Sziasztok, Ádám vagyok, a te 2 nézitek, és az LG Optimus l 92 es telefont fogjuk kicsomagolni. Ezt a modellt az LG tavaly ősszel mutatta be, igazából legutoljára frissítette az L sorozat legnagyobb tagját. Specifikációjában egy kicsit a középkategória felső részére mutat, hiszen itt oldalt, mint láthatjuk, 4,7 szoros True HD IPS kijelzője van, ami 1280x720 pixeles, Snapdragon S4 Plus processzor van benne, ami 2,1,4 GHz-es magot kapott, 2150 mah akkumulátorunk van, illetve 8 megapixeles kamerát kapunk. Így annyira nem tűnik rossznak ez a készülék. Itt van rögtön a doboz tetején az EA92, de belenézzünk a dobozba is, hogy ezen kívül mi mindent kapunk még. Van itt egy kis használatút garancia levelünk, kapunk a telefonhoz egy fekete színű felvevő gombos headsetet. Van egy hagyományos töltőadapterünk, USB-n keresztül tölti természetesen a készüléket, illetve itt van egy mikro USB-USB adat kábelünk, és tulajdonképpen ennyi, amit kapunk az l 92 höz Ha megnézzük magát a telefont előről, 4,7 colos kijelzőnk van, ennek a oldala viszonylag kellemesebb, vékony keretünk van, amit itt láthatunk. Alul három darab érintésérzékeny gomb, amelyek fehéren világítanak, illetve, mint látható, kikapcsolt állapotban is látszanak. Felül van az 1,3 megapixeles kamera, egy fényérzékelő, valamint egy mikro, bocsát, hangszóró is legfelül. Oldalról, ha megnézzük a telefont, nem túl extravagáns a dizájn igazából, csak egy bekapcsoló gomb került a jobb oldalra. Felül már van egy kis barna műanyag csíkunk, amolyan díszítő elemként. Illetve kapunk egy mikrofont, itt van egy infraportunk, tágnájítási funkcióval, illetve a jack csatlakozót találjuk még itt. A készülék bal oldalán kettő darab hangérőszabályzó van, valamint itt van a quick memo gomb, vagy gyors gomb, attól mire állítjuk be. Ez is megtalálható az elszéria tagjain. Alul ezen a barna csíkon középen van a mikro USB csatlakozó, valamint kettő darab hangszórót kapunk, tehát sztereó hangzásra képes az LG okos telefonja. A hátlap kicsit megint csak barna hatású, annak egyébként ilyen fekete vagy sötét, de van tényleg egy kis minimális barna beütése. Fény hogyha nézzük, látható kis mintázat lá van a lakkozott borítás alatt egyébként az új lenyomatokat kicsit jobban gyűjti, bár amiatt, hogy nem teljesen fekete, így nem feltűnő annyira. Felül az LG logó felett van a 8 megapixeles kamera, mellette pedig a flash vaku. Ha lemeljük a hátlapot, a hátlap belsejében láthatunk kettő érintkezőt, illetve itt helyezkedik el az NFC chip, ami része a készüléknek. Ezen kívül teljes méretű SIM kártyát tudunk belehelyezni itt oldalról betolva, amint látható, és itt van a 2150 mAh-es akkumulátor is, ami viszont érdekesség, hogy itt az akkumulátor kivétele után tudjuk csak behelyezni a microSD kártyát, ami itt látható, ebből maximum 32 GB-ost képes fogadni. Tehát amíg a SIM ki tudnánk venni bekapcsolt állapotban, és addig a háttértár bűvítéséhez mindenképpen ki kell kapcsolni a telefont és kivenni az akkumulátort. A hátlap felpantintása viszonylag egyszerű, körbe kell minden oldalról patintani, és utána Masszívan áll, igazából nagyon minimálisan érződik csak egy kis recsegés, hogyha hajlítgatjuk a telefont, összességében egyébként abszolút stabilan és masszívan van összeszerelve a készülék. Ez volt tehát az LG Optimus L92-es telefon. kicsomagoló videója, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon, sziasztok!